Sziasztok! A mai az egy igazi unboxing videó lesz, ami már nagyon régen volt a csatornámon, sőt, igazából azon gondolkozom, hogy volt-e már igazi unboxing videó, amikor veletek együtt bontok ki egy csomagot és nézem meg, hogy mi van benne. Minden esetre most ez fog következni, ugyanis néhány nappal ezelőtt érkezett meg hozzám a Feminibox legújabb kiadása, és nagy-nagy önuralmat tanúsítva kibírtam, hogy ne nézzem meg, hogy mi van benne. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi is az a Feminibox, és mi lakul ebben a dobozban, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, de előtte ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor még több hasonló videót láthattok majd tőlem, és soha nem maradtok le az újdonságokról. Aki esetleg még nem hallott a Feminiboxról, annak elmondom, hogy ez egy női meglepetés doboz, és ennek az a különlegessége, hogy mindig más tematikája van a dobozoknak. Volt már például babamama doboz, ez a mostani egy ilyen otthoni vagy lakásdekorációs doboz, de ha minden igaz, akkor lesz majd szépségápolási doboz is. Illetve a másik különlegessége pedig az, hogy mindig hazai tervezők munkái kerülnek bele ebbe a dobozba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mostani dobozban mi lakult. Ahogy mondtam, tényleg nem néztem meg, hogy mi van benne. Ez most egyébként az Édes Otthon kiadás, ezt a nevet kapta, és ebből két különböző verzió volt rendelhető. Azt előre elmondták, hogy milyen márkák lesznek a dobozban, de ez természetesen nem, hogy pontosan milyen termékek. A doboz az egy ilyen barna kartondoboz, és egy ilyen szép rózsaszín szalaggal át van kötve. Ezt le is veszem róla. És akkor itt van egy ilyen kis betekintő ablak az elején, amit hogyha leveszünk, akkor már is először ez a kis Feminibox prospektus kerül a kezünkbe, amiben a dobozban található termékek tervezőiről találhattok ismertetőt. Szerintem ez egy nagyon szép és nagyon igényes kiadvány, nem csak egy ilyen papírt kapunk, amin fel van sorolva, hogy milyen termékek vannak a dobozban, hanem megismerhetjük azokat a márkákat, illetve alkotókat, akiknek a termékei belekerültek a dobozba. Illetve itt a kis prospektus végén szoktak lenni a kuponok, általában elég sok kupon szokott benne lenni, úgyhogy aki esetleg szeretne kedvezményesen vásárolni, az ezekkel a kuponokkal megteheti. Nézzük magát a dobozt, ilyen szép kis rózsaszín selyempapír borítja a termékeket. Hú, de íz ki! Nézzük is akkor az elsőt. Ez egy Crearton geometrikus dísz, dekoráció a te kezed által. Ez vajon mi akar lenni? Ó, ez egy ilyen geometrikus dísz, egy ilyen nagyon szép, fényes rózsaszín papíron. Ezen a kis szalagon van egy ilyen kis útmutató, hogy hogyan tudjuk elkészíteni ennek a sablonnak a segítségével a saját kis díszünket, úgyhogy ebből akár például lehet egy karácsonyfa dísz is. Következő dolog, hogy ez nagyon jó pofa, nézzétek csak! Elveszett zoknik párjukat keresik, és van rajta három csipesz. Ez a Málti Művek munkája, tehát egy ilyen kis fatábla, amin van három darab csipesz. Erre nálunk igen nagy szükség van, mert hogy mindig van néhány zokni, aminek valahol kallódik a párja. Ez szerintem nagyon kis ötletes, nagyon jó pofa és poénos. Szerintem ez akár ajándéknak is tök jó, hogyha tudjuk, hogy másnál is fennáll ez a probléma, márpedig szerintem mindenkinél gondot jelent a páratlan zokni. A következő, ami a kezembe akadt, az a Dimilite Design terméke, ami egy ilyen kis papírba van becsomagolva. Úgy látom, hogy ez egy ilyen betonból készült kis edényke. Megnézem, hogy pontosan mi akar ez lenni. Ez a Dimilite Mini Beton Kaspó. Szóval igazából ebbe akár valami kis picike növényt is lehet ültetni, ezek nagyon divatosak mostanság. De én simán el tudom képzelni valami kis ceruzatartónak, vagy akár gyertyatartónak is. És egyébként nagyon dizájnos, tényleg betonból van és van súlya. Ez a következő dolog, ami a kezembe akadt, és így ránézésre kulcstartónak tűnik, de megnézzük, hogy mi is ez. Igen, Handmade Home fagolyós kulcstartó, de kibontom, hogy meg tudjuk nézni együtt. Hát így néz ki. Nagyon csajos egyébként, mert hogy ilyen rózsaszín, meg ezüst, meg mindenféle színes golyók vannak rajta, és én ennek azért örülök nagyon, mert éppen most leszett el nemrég a kulcsszartóm, úgyhogy szerintem ezt rá is fogom tenni, bár szerintem, ha Lili meglátja, akkor
hát akkor bukom ezt a kulcstartót, úgyhogy lehet, hogy jobb lesz, hogyha eldugom előre és nem utoltom a kulcsomat, mert ez tudja, hogy nagyon tetszene neki. A következő dolog, ami a kezembe került, ez valami fürdőtermék lesz, amilyen szívecske alakú. Igen, ez egy herbaszappan himalája sós fürdőbomba. Nem érzem az illatát így a zacskón keresztül, úgyhogy kibontom, megszagolhassam. Hú, nagyon finom illata van. Szerencsére nem túl erős, nem túl tolakodó, mert én azokat nem igazán szeretem, de meg nem mondom nektek, hogy mire emlékeztet az illata. Picit virágos, picit parfümös, de tényleg nagyon visszafogott és nagyon finom, úgyhogy ez biztos, hogy be fogom vetni valamelyik nap. Ez a következő, ami a kezembe került. Megnézzük, hogy mi ez. Én ezt egy ilyen zsebkendő tartónak tippelem, mert hogy ez tulajdonképpen egy ilyen kis zsebecske. Megnézzük, hogy eltaláltam-e. Igen, Foltos Csodák műhelye zsebkendő tartó. Nagyon kis csajos, rózsaszín, fehér pöttyös. Úgy látom, hogy már csak egy dolog van a dobozban, ez kizárásos alapon a Minku Textil tányér alátétszett lesz. És ez ilyen szürke alapon fehér csillagos textil anyag, aminek a másik fel az ilyen narancssárgás. Abszolút karácsonyi hangulatú, úgyhogy ennek kifejezetten örülök, de én ezt most szétszedem és megnézem. Tehát 2 darab tányér alátétet kaptam, aminek én nagyon örülök, mert szerintem ez a fehér csillagos dizájn, ez most így a karácsonyhoz kifejezetten passzol, de egyébként amúgy is lehet szerintem használni akár. És igazából ennyi minden volt a dobozban, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab termék. Nekem egyébként nagyon tetszik, bár tudom, hogy a lakásdekor az egy olyan dolog, hogy ugye vagy eltalálják valakinél, vagy nem, hiszen általában mindenkinek megvan a maga stílusa, hogy milyen dolgokat szeret maga körül látni a lakásban. De szerintem ezek olyan dolgok, amiket jól fogok tudni használni. Illetve nagyon jó ötleteket kaptam karácsonyi ajándékokhoz, szóval már csak inspirálódásnak is tök jó volt nekem ez a doboz. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az igazából a tányér alátét, meg szerintem ez a kis tábla, ez nagyon jó pofa, és tényleg szerintem ajándéknak ez zseniális, akár karácsonyra, akár más alkalomra. De nagyon tetszik ez a kis betonkaspó is, illetve hát a fürdőbombát azt biztos, hogy el fogom használni. Szóval szerintem ez egy nagyon jó kis összeállítás lett. Megnézem majd a Feminivox oldalán, hogy a másik dobozban mik voltak, mert bár itt a kis prospektusban látom a leírás, de kíváncsi vagyok, hogy azok hogy néznek ki. Hogyha nektek is tetszett ez a doboz, és esetleg kedvet kaptatok hozzá, hogy legközelebb ti is rendeljetek, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a Feminivox Facebook oldalát, illetve az én blog bejegyzéseimet régebbi Feminivox dobozokról. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha lájkolnátok, kommentelnétek és feliratkoznátok a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!